Oliver Kaplan, aki Manchesterben él, a szokásos 10-11-es fontos hazautazását hazavitte volna. De másnap sokkal vastagabb számlával szembesült volna. 22 éves Oliver Kaplan. Nagyon meglepett, amikor másnap felébredt egy éjszakai éjszaka után. A manchesteri ember, miután dühös volt a barátjával. Annyiszor hazament az Uberrel, de ezúttal nagyon nehéz számlát kapott. A társaság a számláját 35.427 angol font 92 pennyvel, vagy több mint 17 millió forintrel akarta fizetni. Írta a Manchester Este News. Bár tudta, hogy jól érezte magát éjszaka. Biztos volt benne, hogy nem vezette ilyen nagy összeget. Ezért az Uber ügyfélszolgálatához fordult, hogy pontosan megtudja, mi történt. Jól sikerült, mert kiderült, hogy a rendszer úgy érezte, hogy a sofőr letette őt Ausztráliában. Tehát a rendszert nem akarták a szokásos 10-11 fontért. 4805-1300 font. Hogy lehetséges? Maga a vállalat nem tudja. Mivel elvileg nem lehet megtervezni az Uberrel, amely Angliából Ausztráliába megy. A 22 éves Uber utas 35.000 fontot számított fel 4 mérföldes kirándulásért. Egy ember több mint 35.000 fontot számítottak fel egy 15 perces Uber utazásért Manchesterben a rendeltetési hely véletlenszerűen Ausztráliába állították. A 22 éves Oliver Kaplan éppen befejezte a műszakot, és megrendelte egy utat, hogy menjen, és találkozzon néhány barátjával egy italra. Egy Uber felvette a gyakornok szakácsát a Buxton Innből, a Hyde-ből. Az Uber jelezte, hogy természetesen nem kell fizetnie az összeget. Csak 10,73 fontot, kb. 5200 forint, és a társaság bocsánatot kért a kellemetlenségért. A legnagyobb vagyon az, hogy az embernek nem volt ilyen sok pénze a számláján, mert minden bizonnyal jobban megrázott volna. A vállalati mérnökök már azon dolgoznak, hogy megtalálják a hiba forrását. Ha bármikor szeretne tudni a hasonló dolgokról, akkor tetszeni fog a HVG Tech szakasz Facebook oldalán.